Üdvözlöm Önöket ismétem. Ismét itt vagyok, látnál, mit is csinálok. Én most is sétálok. Előző videóban voltak már témák. Mostan tiszta más téma fog következni. Lássátok, hogy csinálom ezeket a videókat. Sokan netelen elgondolkoztatok rajta, mi is az értelme. Hát, nagyon sok minden van neki. Csak azzal, aki nagyon gyenge az agya, az annyit lát, hogy itt sétálok, és közben megyek, és egyszer csak megyek. Azt hiszem, nincs semmi értelmese neki, hogy ne volna, csak az ő agya nagyon gyenge, gyenge elmélyű, le van építve neki, le van butulva. Nyilvánvalóan azért sétálok itt, hogy nagyobb legyen az agykapacitása. Nem tudnák, több emelet is volt, akkor van az ember egészséges, ha dolgozik, meg mozog, meg sétál. Ne dolgozza, attól függ, gyöngé fizikai munkát, fát vágjon 2-3 óraszáig, és akkor nem feszik le az ágyba, vele megnézi a filmeket, sorozatokat, az internet streameket, hanem helyette lazán sétál. Visz magába valamit, valakivel. Sétálgat. Lazán is körülnéz. Látni lehet a varjakat. Repülnek. Csak két jóval jobb minőségű kamerát kellett volna bennem. Megtehettem volna. Jobbat vehettem volna legelsőnek. Rendes Canon vagy. Ilyen Canon kamerát. Nem Canon-t akartam, hanem Sony-t. Hát eléggé durva, nem is annyira durva az ára. Olyan 250 euró. És azzal százszorta jó minőségű felvételek lettek volna csinálva, amilyen virtuális, digitális képfeldolgozójuk van, hanem optikai szenzor is van benne, amivel lehet állítani manuálisan a fókusz, fények, erőt, meg egyéb mást. Van ez a kicsike sportkamera, ami tudja 4K-t, és egyszerűen nincsen nagyon jó minőségű kép, azért a mosott, nem élethű a kép. Megérte volna. Távolból lehet látni a Nisset? Nem szabad. Kamerázni. Le. És van ottan. Egy nyúl is szaladgál.
is van. Nincs sem. Jobb legyen a háttér. Másik terembe megyek be. Már is jobb is a két átérnek. És szóval mostan éppenséggel a régebbi úton vagyok rajta. Volt még forgalomban volt. Látszik, hogy ki van köveszetve, és lehet tovább sétálok, és közben azon gondolkozni, felsége mit is csinálok itt. Sajnos nagyon sokan nem értenek szerintem ezekből a videóból semmit sem. Most tételezzünk fel a helyzetet. Vagy ezek az itt élők, akik jó régóta itt élnek, kb. Olyan 18. század óta. Szóval itt vannak, jó sokan megfordultak már, rengetegen. Mindenkivel találkoztak. Ki nem gondolná, hogy kik is fordultak meg. Szóval ez a kutáratlanságuk. Egyszerűen azt is már van felejtve, hogy mi is volt. Érte építettek egy mesterséges tavat, ami tele van baktériumokkal, korokozókkal, mocskos a vize neki. Ki tudja, hogy milyen sokan fürdenek meg benne, milyen sok szart el lehet tőlük kapni. Nem vicces a higiénia, egyszerűen a büdös tóval elrontották a turista forgalmat. Már is már kövese pénzt is kapnak. Szóval, és ittán gyalogolok. Ki tudja, hogy ki mások is gyalogoltak ugyanezen a helyen? Lehet itt, hogy az egész ilyen erdő felség lehetett, és ez volt az út. Nem lenne kövek kirakva, mindenhol le van köveztetve, kövek vannak. Mentek a terautók is. Jó, széles út. Szóval mi is lehetett itten? Netán valaki rájönne, de én azt tudom, a netek annyira gyenge az ajatok. Nem lássátok az összefüggéseket. Akik vannak, szerintem nem bírjátok, mert a napi szinten való tévénézés
nem csak a tévé, hanem maga az interneten való filmek, a sorozatok, streamek, főleg ilyen újabban Twitch-en játékok nézegetése, mind-mind leépítette az olyatokat. Egyszerűen jelzik bőlek az alap kultúra. Tételezzünk fel, hogy ti